Emlékszel? Mondtam, hogy megyünk bevásárolni. Tudod, a nagy áruházba, ami olyan nagy, hogy nagyobb, mint egy elefánt. Jó, igazad van. Hát akkor menjünk. Elvigyelek? Hogy érted ezt? Szállj fel a csigaházamra. De hiszen te nem vagy motor. Már hogy ne lennék? Ezt nézd! Hú, ezt meg hogy csináltad? Nem emlékszel arra, hogy Fülep a múltkor felturbózott? Ja, rám is rakhatna egy kis turbót. Nézd, milyen lassan kúszok. Igaz. Majd megkérdezem, hát ha még működik a masinája. Neki van engedélye rá, hogy ilyen masinákat gyártson? Nem, ez titok, remélem nem mondod el senkinek. Hát, nekem igazából mindegy. Akkor mit is kell vennünk? Hát, például Oscar megkért, hogy vegyek neki egy képregényt, valami savembert, vagy mit akart. Mit tudom, én majd megkérdezem. Én addig körbenézek, van-e valami jó cucc. Tü-tü-tü! Jaj, ne! 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 Dam-dam-dam! Egy... Illetve nem is egy. Jó sok évvel ezelőtt talán. Hát jó sok ideje volt, szóval meg se jegyeztem. Mindegy. Sok évvel ezelőtt. Remélem, jó lesz az első napom a suliban. Ó, így látszik, meg is jött a következő diákunk. Kérlek, mutatkozz be. Flóra vagyok, a fóka, és nem félek semmitől. Rendben, ülj le Póli mellé. Hé, te, a szondon nem félsz semmitől? Nem én. Miért, te igen? Hát, nem. És nézd, hogy itt a haverom Teó. Már óvodáskorunk óta ismerik egymást. Hello. És miért foglalkoztat titeket, hogy én mennyire bátor vagyok? Ja, csak hát szeretnénk a barátod lenni. Ja, semmi akadálya, Oviban úgysem voltak barátaim. Királyság! Kicsit később, de még mindig nem a jelenben. Jaj, Flóra, annyira elegem van már belőled! De miért? Hát már megint nem takarították ki. Hát nézd meg, milyen dzsúva van. Ez a házi szar. Hát nem dolgozol. Aztán nincs pénz. Hát nézd meg. Még mindig nem tudtunk ágyat venni. A földön kell aludni. Még matrac sincsen. Mert a legutóbbi is szétszakadt miattad. Mert támadban persze neked ugrálnod kell. És nézd meg. Teó sem segít. Már megint részeg. Igen, srácok, igen. Nos, Flóra, vagy változtatsz ezen, vagy elmész innen. Nekem elegem van abból, hogy folyamatosan a földön kell aludni. Teó, te pedig kevesebbet jár kocsmába. Hogy a kocsma vigyelj. Flóra! Borodzs! Igaz, a kocsma vigyel! Ugye tudod, hogy ezzel elintéztél magadnak egy utat egy másik házba? Tudom, el is megyek innen. Elegem van belőletek. Folyton csak parancsolgattok. Te például miért nem dolgozol? És Teó?
Barátok voltunk, együtt laktunk, de most az egésznek vége! Te... Hogy a kocsma vigyél! Kossz te ott! Jaj, bocsi! Napjainkban. Mi van? Teó! Hogy a kocsma vigyél! Hát itt meg mi folyik? Verekedés? Azt nem szeretem. Gyere, Flóra, menjünk. Hagyj békén, Csenge. Van egy kis elintéznivaló. De ugye nem verekedni akarsz? Az áruház kellős közepén? Nem. Hát figyelj, tudod, sajnálom, hogy ez történt. Én nem akartam, csak hát túlságosan lusta voltam, és persze gonosz. Meg főnöknek éreztem magam. Én meg sajnálom, hogy olyan sokat jártam kocsmába, azóta leszoktam róla. De az a mondat még megmaradt a számban, hogy hú, a kocsma vigyel! Igen, emlékszem. Nos, miért jöttetek? Tudtátok előre, hogy ide fogok jönni? Kémek vagytok? Gonosz tigrisnek dolgoztok? Vagy annak a titkos valakinek, aki gonosz tigrist és az összes többi gonosz felbérelte, hogy ezt tegye velünk? Nem tudom, miről beszélsz, Flóra. Mi nem akartunk veled semmit csinálni. Mi csak szerettünk volna magunknak bevásárolni. Ja, vasemberes képregényt. Tényleg, savember, már is rohanok. Ez a csiga mit ilyen gyors? Fülöp felturbózta a legutóbb. Ó, Fülöp, az a nyúl, az a híres. Igen, az. Tütt, tütt. Tütt, tütt, tütt. Hé, adjatok! Megőrültél, egy híres nyúlnak a barátja vagy. No, szálljatok már le rólam. Attól, hogy híres Fülöp, attól még idegesítő is néha. Hé, nyaszikám! Ezt meg hogy hallotta meg? Hiszen kilométerekre vagyunk a ketrecétől. Nem mondtam, hogy nekem jó a hallásom. Szerinted az őseim a vadásztól hogy védekeztek, hogyha nem a jó hallásukkal? Igaz. Szóval mi semmilyen gonosz tigrisről és semmilyen másról nem tudunk. De mintha azt mondtad volna, hogy zaklatnak titeket. Igen, egy tigris, egy szúnyog, egy szellem, egy bárány, és még sorolhatnám. Nehéz életetek lehet, ne segítsünk. Megmondjuk, hol lakunk. Mi is. Gyertek. Elnézést, árulnak itt savember képregényt? Savember? Mindjárt megnézem. Elnézést, hölgyem, nincs savember. Folytatjuk. Mármint egy következő epizódban, értitek? Addig is, sziasztok!